Hajdúnálásváros önkormányzata ismételten kötelező ebösszeírást végez, amelyet kormányrendelet szabályoz. Becslések szerint hazánkban jelenleg 1,5-2 millió kutya él, azonban pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Az ebállományjal kapcsolatos eredményes állat és humán egészségügyi intézkedések megtételéhez elengedhetetlen, hogy az illetékesek tisztában legyenek a tartott kutyák pontos számával és a populáció egyéb tulajdonságaival. A bizonytalan becslések helyett a naprakész helyzetkép megállapítását szolgálja és szolgálta korábban évtizedeken keresztül az EBEK önkormányzatok által végzett összeírása. A módszer helyileg is kulcsfontosságú, az ebállomány emberre nézve is halálos, veszélyt jelentő veszettség vírus elleni oltottságának fenntartásában. A összeírás alapvetően az 1998. évi állatok védelméről szóló 28-as törvény írja nekünk elő, mégpedig a különböző EBEK által terjesztett betegségek, illetve a veszettség megelőzése érdekében. Elsősorban ugye az összeírás erre irányul, és ezt a maga a jogszabály az önkormányzatok részére 3 évente írja elő, mint kötelező feladatot. A kutyákat mikrocsippel kell ellátni, amint betöltötték a 4 hónapos kort. Az ebösszeírásra szolgáló adatlapon fel kell tüntetni a csip sorszámát, valamint az állat és az állattartó adatait is. A kötelező adatszolgáltatás lényegében ugyanaz, ami az ebösszeíró adatlapokon is rajta van. Ugye a 2013. január 1-e óta valamennyi állattartónak kötelessége transponderre ellátatni a kutyáját, amennyiben az már a 4 hónapos kort betöltötte, és azután kiállított okmányokon ugye szerepelnek ugye nyilván a születési idő, az állattartója, az állat tulajdonosa, az állat tulajdonosának lakcíme. Amennyiben az állattartója, illetve a tulajdonosa nem egyezik meg, akkor azt is fel kell tüntetni, transponder azonosító, illetve mindig a soron következő oltásoknak a száma. Az ebösszeíró adatlaphoz a lakosság elektronikusan és személyesen is hozzáférhet. Az adatlaphoz a lakosságnak van hozzáférése, mind itt a hivatalon belül, ezt elsősorban az információs portálnál tudják megkapni, illetve online is letölthető a város honlapjáról, és azt online szintén benyújthatják kitöltve a részünkre az ebösszeírás@hajdonalnas.hu e-mail címen keresztül. Természetesen összegyűjtjük, hát ezeket az adatokat egyébként mi, mint önkormányzat jogosultak vagyunk kezelni a már említett állatvédelmi törvényben foglaltak értelmében, illetve ezeket tudjuk társítani, illetve összehangolni az állatorvosok által gyűjtött adatokkal. Annak, aki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, bírságot kell fizetnie. Arra kérnek mindenkit, hogy próbálják tartani a határidőt, ami 2021. február 28-a. Elméletileg egyébként, ugye, mint azt a lakossági tájékoztatásba is beleírtuk, az állatvédelmi bírság kiszabásáról szóló kormányrendelet értelmében, ugye amennyiben valaki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 30 000 forint bírság szabható ki ellene, de egyébként igyekszünk úgymond nyitottan hozzáállni a kérdéshez, tehát hogyha ne adj Isten valaki a már megadott határidőn túl nyújtja be ezt az ebösszeíró adatlapot, akkor még azonnal nem kívánunk semmilyen fajta retorziót életbe léptetni.